Vegyen olcsón banki lefoglalt házat, lakást, telket, hirdetik az interneten egyes közvetítő, behajtó vállalkozások, amelyek már hetek óta készülnek a kilakoltatási moratórium április 15-i lejártára. Egyes hirdetésekben arra is felhívják a figyelmet, hogy az ingatlanok többségét sajnos belülről nem lehet megtekinteni, csak az utcáról, valószínűleg azért, mert még laknak benne. Ezeknek a hirdetőknek minden bizonnyal csalódást okozott a kormány döntése, mely szerint júliusig meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot. Igaz, ez már nem vonatkozik valamennyi bajba jutottra, kizárólag a lakáshitelesekre. Akik fogyasztási célú jelzálog hitelt vettek fel, nem számíthatnak haladékra. A híradónk által megkérdezett szakértő szerint a nem fizetők nem várják majd meg a banki árverést. Valószínű, hogy nem az következik be, hogy a bankok fogják eladni, hanem saját maguk értékesítik és kielégítik a bankot. Tehát valószínű, ami mielőtt a kényszerértékesítés megtörténne, a lakástulajdonosok saját maguk értékesíteni fogják a lakást azon az értéken, azon a tényleges piaci értéken, ami egy nyomott érték, de most ennyi a lakásnak a forgalmi értéke, és oda fogja adni. 4 évvel ezelőtt azt gondolta, hogy 10 millió forintot ér a lakás, és ez büszkén kitartotta az árát, majd most oda fogja adni 7 millióért vagy 6 millióért, amennyi most a tényleges forgalmi értéke, amit a piac most diktál, most vesz föl. Összesen 105 ezer család lakását azonnal el lehetne venni, ha nem vénené őket a moratórium. Várhatóan 10 ezer család ott maradhat a lakásában akkor is, ha nem tudják fizetni a részleteket. Nekik majd bérelniük kell a lakást valószínűleg az önkormányzattól. Ennek a plusz költségeit várhatóan az állam fizeti. A maradék várhatóan 85 ezer szerződést pedig módosítják, a kormány még tárgyal a továbbiakról. A Bankszövetség szerint azokat költöztetik majd ki, akik nem hajlandóak együttműködni sem a bankkal, sem az önkormányzattal.